Sziasztok! Barabás Ricsi vagyok az Együttből. Azt tudtátok, hogy az egy kulcsosadó egyáltalán nem olyan igazságos, mint amilyennek tűnik? Hát azt gondolnád elsőre, hogy egy kulcs van, mindenki ugyanannyit fizet, hát kell lennél igazságosabb. De hát gondoljatok bele, hogy mi a könnyebb 100 000 forintból kifizetni 16 000-et, vagy 1 millióból 160 000-et. Igen, pontosan ezért találták ki a több kulcsot, hogy ne az arányhoz viszonyítsák az adókat, hanem azt lehessen mondani, hogy aki többre képes, nagyobb erőfeszítést tud tenni a közérdekében, az fizessen többet, hiszen értelemszerű, akinek több pénze van, az nagyobb erőfeszítésekre lesz képes. De nem csak ez a probléma. Az is baj, hogy az egy kulcsos adó a szegényebbet szegényebbé, a gazdagot pedig gazdagabbá teszi. Hadd mondjuk erre egy példát. 2010-ben, még Bajnai Gordon kormányzása alatt, 100 000 forintos bruttó fizetésből körülbelül 76 000 forintot megtarthattál. Ma ez a szám mindössze 66 000. De jó, mondjuk nem ilyen keveset keresel, mondjuk van egy 220 000 forintos átlagosnak mondható fizetésed, még abból is 5 000 forinttal többet adózol, mint a korábbi több kulcsos adórendszerben. Ez a hátrányos helyzet a bérből és fizetésből élők 80%-át érintette, ők 134 milliárd forinttal többet fizettek be a közösbe, mint korábban. Viszont a felső 20%, hát ők azt kell, hogy mondjam, túlnyerték magukat. Szerintetek ez igazságos? Mert szerintem nem. Emellett 50 000 munkahely szűnt meg azért, mert az egykulcsos adó miatt megnőttek a munkáltatók terhei az alacsony jövedelem kategóriában. Sőt, mi több, az egykulcsos adó a fogyasztást sem pörgette fel, pedig ezt várták tőle. Az alacsony jövedelműeknél kifejezetten csökkent a fogyasztás, a magas jövedelműeknél viszont nem a fogyasztás, hanem a megtakarítás lett több. Hogy ez miért baj, kérdezhetnétek. Hát ez azért baj, mert hogyha nekem nincs pénzem, vagy nem akarok költeni fodrászra, akkor a fodrásznak sem lesz bevétele, ezért ő nem fogja tudni a zöldségesnél megvenni a gyümölcsöt, és így a zöldséges nem lesz képes kifizetni a gyermekének a külön órát, hogy az egyetemre mehessen, tandíjra viszont nem lesz pénze. És így tovább, és így tovább. Ördögi kör ez, azt viszont egyértelműen látjuk, hogy a mi kilátásaink egyre rosszabbak. Azért van, aki jól járt az egykulcsos adóval, ilyen például Orbán Viktor is. Ő a havi 1,5 milliós bruttó miniszterelnöki fizetéséből most 250 000 forinttal többet visz haza. Azt látjuk, hogy sikerült az egykulcsos adóba bújtatnia a miniszterelnöki fizetésemelését. Ha neked is eleged van abból, hogy hülyébbnek néznek, mint egy ötödikest, oszd meg az igazságot!